Banó László a magyar nemzeti válogatott versenyzőjeként képviselte hazánkat a vitorlázó repülő világbajnokságon. Az Őcsényi Repülőklub sportegyesület elnöke nyilatkozott nekünk a versenyről. Uvalde harmadszor adott otthont ennek a versenynek, ez nem véletlenül van, rendkívül jó körülményeket tudnak biztosítani, és ezen a versenyen a magyar vitorlázó repülő válogatott tagjaként a Negro Cornél barátommal az úgynevezett 20 méteres multiseat, azaz kétüléses géposztályba versenyeztünk ezen a megmérettésen. Idén, az augusztus második felében zajló eseményen naponta 4-6 órákat ültek a sportolók a gépben. Nem volt könnyű, csak mondom, mert 40 fok alaphőmérséklettel indultunk, és hát 80% meg a fölötti páratartalomból ment a mezőny minden napon. Mintha a Forma 1-et egyik nap a másik után kellene végrehajtani, tehát eléggé megterhelő a történet, de szóval az uvaldai eget hasítani az nem akárkinek adatik meg, meg nem akárki tudott helytállni igazából. Lehet, hogy egy picit ilyen nagyképűnek tűnik ez a dolog, de talán nem az. Baromi nagy bajnokok között voltunk jelen. Nekünk ez az első világbajnokságunk volt, ahol végösszességében 11. helyet szereztük meg a Cornéllal. Banó László azt is hozzátette, hogy a jövőben szeretne még a nemzetközi mezőnyben vitorlázni és tudását összemérni. Lánya támogatása pedig nagyon fontos volt számára, aki elkísérte a megmérettetésre.